Nem indítanak közös jelöltet a kormánykoalíciós pártok a június 9-i helyhatósági választásokon a jelenleg magyar vezetésű Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben. Legalábbis erre enged következtetni Mátsel Csalákú tegnapi nyilatkozata, amelyben kijelentette, nem kíván román magyar harcot a jelentős arányban magyarok lakta két megye központban. Mátsel Csalákú miniszterelnök egy sajtóeseményen kifejtette, hogy a romániai települések 95%-ában a PSZID és a PNL jelöltjei a fő vetélytársak a helyhatósági választásokon. Ennek ellenére a két párt választási koalícióra lépett, és ennek nyomán közös listát állít az európai parlamenti választásokon. Ez nem feltétlenül természetellenes vagy demokrácia ellenes, fogalmazott. Az újságírók a jelentős arányban magyarok lakta Marosvásárhely és Szatmárnémeti helyzetére is rákérdeztek. Azt válaszolta, arról még nincs döntés, hogy a két kormánypárt indítson-e közös polgármester jelöltet ezekben a városokban, de rögtön hozzátette. Egy normális országban szeretnék élni, egy olyan Romániában, amelyben a román politikai erőknek nem kell összefogniuk a magyarok, a törökök vagy a németek ellen. Van egy német nemzetiségű román elnökünk. Már nem a 90-es és 92-es években élünk, amikor ellenségeskedtünk és sértegettük egymást. Minek is tennénk ezt? Néhány plusz szavazatért? Tekintve az elmúlt hetek eseményeit, a két megye központban a polgármesteri tisztségért megmérkőzők eddigi névsorát, illetve a helyi PSZD-PNL-i kapcsolatokat, valószínűsíthető, hogy sem Szatmárnémetiben, sem Marosvásárhelyen nem lesz közös jelöltje a kormánykoalíciós pártoknak.